Na csácsó, mi sziasztok gyerekek, üdv a csatornánk, éppen jelentkezik a következő Scrap Mechanica. Egyébként annyira ráfrüggtem erre a játékra is, hogy ezt el nem tudom mondani, meg ráadásul kíváncsi vagyok, hogy milyen új metódusok vannak egyébként. Az új challenge, vagy a nagyobb szintű challenge-ek, azok mennyire lesznek nehezek, és mennyire lesznek érdekesek, és milyen újdonságok vannak már a játékban. Valószínűleg, hogy ezeket meg fogjuk tapasztalni. Na, egyből bele is vágunk a lecsóba, nem tökölünk, Sanyi közben issza a vizet. Nagyon-nagyon-nagyon vehemensen, az előbb sétáltam aztán. Nagyon sétáltunk, és nagyon esett az eső, esőbe sétáltunk kalapba. Pont raktam ki Instára egy képet róla. Na, srácok, akkor itt az a lényeg, ugye, ezt már néztük az előző részben, hogy valószínűleg, hogy egy hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen tolóerőváltást, egy ilyen, mint hogyha egy ilyen antigravitációs váltást kellene ott létrehoznunk. Hát az igazság, azon gondolkoztam nagyon sokat, hogyha belegondoltok, akkor egy csomó féleképpen meg lehetne ezeket a challenge-eket csinálni. Tehát ezt is például lehetne úgy, hogy egy rakétát építesz, és azzal közlekedsz, ugye? Viszont, ha már egyszer ugye mutatja, hogy hogy szeretné, hogy megcsináljuk, akkor miért ne úgy kellene létrehozni? Ezelőtt olyan nagyon ügyesen kiraktam ezt a, hogy nevezik, festő dolgot, azt közben meg rájöttem, hogy nem kellene volna. Na, hát akkor ez egy nagyon bonyolult járművet kellene készíteni, ugye? Ahhoz, hogy ez működjön, ugye? Toló erőváltásos jármű. Hát azért ez nem tudom, hogy mennyire lesz egyszerű, vagy mennyire nem lesz egyszerű. Itt is ugye például törekedni kellene a teljes szimmetriára, mert különben nagyon nagy szarba leszünk, ugye? Hát ez lehet, hogy még egy kicsit tehetne hosszabb, 172 van, bőven úgy látom cuccunk. Figyeljetek, annyi a lényeg, hogy ugye toló erőt, vagyis gyakorlatilag, mintha egy ilyen antigravitációs rendszert hoznál létre, és azt kellene átváltani. Ez viszont ezzel a kormányzással vagyok mindig meglőve, ezt nem nagyon kedveli a keeper. Az lenne a lényege, hogy egy olyan járművet hozzunk létre, amelyik úgy is tud közlekedni, hogy fejtetőn, és úgy is tud közlekedni, hogy gyakorlatilag... Hát ez egy nagyon bonyolult jármű lesz, nem tudom, hogy ez mennyire fog megvalósulni. Egyébként nagyon sok ilyet adtak, úgyhogy... Hát próbálkozzunk, gyerekek. 1-2-3... 1-2-3... És az irányítást is valahogy úgy kellene megoldani most... Ugye, ez nem lesz túl magas? Ez lehet, hogy túl magas, ez nem kellene ilyen magasnak lenni. Legyen 3. Legyen 2, legyen 2. Milyen kerekeket kaptunk az egész mókához? Ilyeneket. Ezt a vas helyett ide berakjuk. Aha, ez így bőven elfér. Az a lényeg, hogy férjen el, leérjen össze a kerék, ugye? Gondolom. Én, hogy ez valahogy... ezt meg elkészíteni. Nem mondom, hogy olyan nagyon bonyolult, mert kb. Így fejbe megvan, hogy kell... hogy kellene, de ugye, hogy működjön is, az nem lesz az egyszerű. Mindenképp ugye a kerékforgatásokat teljesen fordítva kell csinálni, tehát ezek erre forogjanak, azok meg arra forogjanak. És viszont akkor... hát ezt nem tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni. Akkor ezt úgy kellene, 1-2-3, hogy alulra és fölülre is kellene egy forgatót rakni, és pontosan egyféleképpen forogjon. Remélem, hogy be tudom kötni az összeset. 1-2. Egyre komplexebben kell gondolkozni. Ferikével pont beszélgettem ma délután, neki tök tetszik a játék, azt mondta, hogy az a jó benne, hogy gondolkozni kell. Aztán nem csak ügyesnek kell lenni, hanem ugye gondolkozni kell. De hát azért nem ártana ügyesnek is lenni. Én várj, ezt nem jól csináltam, mert ez nem fordul el a kerék. Ugye? Ezt ide kellene megint fordító mechanikát, vagy minek nevezik. Ezt nevezzük el valahogy, mert mindig más néven nevezem, és akkor forgáspont, legyen forgáspont, jó? Ezután akkor forgáspontnak fogom nevezni. Ez is forgáspont, és pont el is fogyott. Ez kb. Így számolta ki szerintem a rendszer, hogy ez így kellene felépülnie. Szintén forgáspont, arra kerék. Forgáspontra kerék. Jó, ez kb. Így kellene kinéznie. És akkor
mindenki be kéne az ülést. Hány darab izé rakétám van? 8 darab rakétám van, tehát akkor 4-4 rakétával tudunk dolgozni. Van rendes engine-em is, amivel ugye be tudom kötni a kerekeket. Az megint egy jó dolog. Szerintem próbáljuk meg szimmetriára törekedni, főleg ugye, hogy van bőven engine-em. És ebből kifolyólag azért tudok... Hú, ez nem lesz jó, gyerekek. Ez nem jó, figyeld. Mert az ülés az magasabban van, mint kellene lenni. Úgyhogy az ülést azt most be kell építenünk magába a kasznébe, ugye? Mennyivel kell lejjebb hoznom az ülést? Várjál, beülök. Hú, Jézus Isten. Ezt... így. Még egy blokknyit lejjebb kellene hozni. Át kell alakítani itt a dolgokat, gyerekek. Még egy blokknyit lejjebb hozzuk az ülés szerkezetet. Mindjárt nyerünk vissza falnyagot. Igen. Az ülést magát, ezt így be kell építenünk ide. Ilyenkor összekapcsolódik az a kettő, amit így elkezdtem húzni valószínű, ugye? Így. És akkor az ülést kivesszük, és ezt így eltávolítjuk. Vágod, és akkor lejjebb fog kerülni az ülés. De így, szerintem még mindig így is kevés lesz. Lejjebb nem engedhetem az ülést, mert akkor már leér. Úgy. Nézzük. A fejünket el fogja érni, és ha fejünket elérni, akkor nagy baj van. Hát próbáljunk meg egy ilyen jó, egyelőre. Akkor van még 131 fám, úgyhogy ez bőven jó. Az lefele toló erőt, azt mondjuk építhetném ide. Mármint úgy a lefelét, hogy így. Az a lényeg, hogy itt se szabad... Itt se szabad magasabb platformon lennie. Ennek. Mint hogy a kerekek fölé nem érhet, érted? Na hát ez roppant érdekes lesz. Viszont jó sokat tudunk használni. Hát remélem, hogy működni fog. Nem tudom. Ki kell próbálnunk. Próbáljunk meg gondolkozni, utána meg kipróbálni. Valószínűleg ez a challenge sorozat egyébként nem lesz olyan rövid, hogy belegondoltok azért. És akkor oké, eddig jó, ugye? Eddig mondhatni jó. Akkor meg kellene csinálnunk azt, hogy megfordítani ezt az egész szituációt. És ugyanúgy attól a blokktól fölfele kettő blokk magasságba kellene elhúzni. Egy. Kettő, így. A következő kettő hajtó művet. Nincs. Ez egy roppant... Egyébként baró jó. Az vettem észre, hogy nagyon kevesen nézik, de talán azért rákapnaktok, vagy nagyon kevesen nézitek inkább, úgy mondom. Vagyis igazából nagyon kevesen nézik, mert aki itt van velem, az nézi. Értem, mire gondolok? Ez túl széles, teljesen fölöslegesen széles, ez mehet így vissza. És akkor két sugárhajtómű, vagy nem tudom, ez rakétahajtó, vagy igazából sugárhajtóműnek nevezhető, nem? Érdekes üzemanyag tartály, az nem kell neki, bár nem is bánom, hogy nem kell. Így gondoltam, látod, és nem ér le. És ugye váltanunk kell majd. Ez nagyon bellett. Nagyon azért kéne. Oké, a szimmetriára baromira figyeljünk. Jó. Így. És akkor ugyanúra ide be kellene súvasztanunk, pont be fog férni. Hátsó kerék ugye nem kormányzott, nem zavaró. Ide be kell, de nem ilyen magasságban. Gondolkozzál már. Hanem egy blokkal följebb. Ugye, egy blokkal följebb, két blokkal följebb. Egyre komplexebb járműveket kell létrehozni, remélem, hogy nem fogom elvesztíteni a fonalat, meg úgy fogom tudni csinálni frankon. Ide jött még egy sugárhajtómű. Ez nagyon benn van, nem? De nem tudom kiebb hozni, tudnám kiebb hozni, mert még, így még mindig nem éri el a kereket. Paze! Ez jó lesz. Érzem, hogy itt kialakulnak jó dolgok, úgy látom. Úgy. És el is fogytak a hajtóművek, tök jó. Meg van csinálva, ugye. Attól félek, hogy a kerekek túl alacsonyan vannak, de azt majd mindjárt meg fogjuk látni. Kelleni fog egy motor. Az engine-t, az mondjuk valahova, nem tudom, olyan helyre kell, ezt is, bazzer.
olyan helyre kell rakni, ugye, hogy ne lógjon ki. Ez lehet, hogy berakom, ez is, hogy ugye szimmetriára van, amire csak... Oké, arra beraktuk az engine-t. Amire még szükségünk van? A switch-re, ugye kettő darab switch kell. A nyomógomb az nem is kell nekem, hanem csak a kettő switch. Ugye az egyik és a másik. Mondjuk a switch-eket, itt hiányzik egy blokk. A switch-eket mondjuk rakjuk ide. Így. Oké, jó, az jó, ugye? Aha. Jó. Attól félek, lehet, hogy a fejemet eléri, az nem fog jót tenni neki. Majd meg fogjuk látni, de esélyes, hogy nem fog jót tenni neki. Oké, akkor be kellene kötnem a dolgokat, ugye? Először is kössük be a kormányművet. Figyeljetek, le is vetném erről a talapzatról, mert már minek, és akkor úgy jobban látni a dolgokat. Oké. Kössük be a kormányművet. Azt a betyár, gyerekek. Azért itt vannak bonyolult dolgok, úgy látom. Ügyöcsön. Egyébként nem néztem semmilyen... ezt itt... Várj, a... Pont meg kell mindent fordítanom. Az nem baj, hogy az más vele kanyarodik, mert ugye fejtetőn fogunk menni, és akkor az jó, hogyha megfordul. Ez eddig jó. Nem, nem. Pont meg kell, az összeset meg kell forgatnom. Az összeset megforgatjuk. Oké. Be kell kötnünk most a motorokat. Viszont a motort először kössük be az üléshez. Utána a motort kössük mind az összes helyre. Nem tudom, hogy elég lesz neki? Vagyis be tudom kötni mindenhova? Nem tudom, hány spotra lehet kötni, arra gondolok. És ugye inverse-be kell bekötni a... Igen, ettől féltem, baza. Ettől féltem, mora. Ezt akkor lekötjük, nem tudom, akkor az első... Ez csak hátsó kerekes, azt remélem, hogy attól még működni fog. Csak a hátsó kerekekre kötjük motort. Ugye van egy sugárhajtóművem, amivel még tudnék közlekedni. Azt lehet, hogy azt még meg fogjuk csinálni, hogyha nagyon kell. Ez forogjon erre, ez forogjon erre. Itt meg ugye már is. Így kell forogni, ugye? Igen, jó. Inverse-be kell lennie. Oké. Bekötöttük a motort is, adjunk neki kis kakaót. Nem tudom, olyan nem kellene olyan túl sok. Meg fogjuk majd látni. Be kéne kötni a kapcsolókra. Az egyik kapcsolóra be kéne kötni ezt a négy sugárhajtóművet. A felsőket. Hol vagy? Hol az utolsó? És mi van? Ja, így. Várjál, nem jó, hát kötöttem. Mi a szar, várjál. Igen, akadjál. Akadj le onnan. Nem lehet törölni. Nem oda akarom. Ez megyen az alsóra. Ez a kapcsoló menjen az alsóra. Jó. Ez a kapcsoló menjen a felsőkre. De miért oda kötöd? Ez a felső, nem? Ugba azért belekeveredek. Várj, ezt a kapcsolót te kéne vennem. Sanyika, ne dörögjél, more! Belekeveredtem. Ez a felső, 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 ugye? Várj, Sanyika, meg segítenem kaját. Nem bogylogul a tárgyérjába. Na, mi a fasz? Onnan el. Gyere! Nem, egyszerűen a tányérjából nem tudja kiszedni a kaját beszarásán. Egyébként ezt a switch-et lehet, hogy berakom máshova, már csak azért. Így, nem ezt akartam. A switch-et berakom máshova, már csak azért, mert barozzavaró, hogy... Lehet, hogy be is kellene kötni ezt a switch-et az ülésre. És akkor kipróbálhatnám. Ez a... egyes switch. Oké, jól működünk. A kettes switch-et... Majd akkor az olvasókra. Lehet, hogy inkább ide átjövök, hogy lássak rá. Oké. Kettes switch az... Úristen, gyerekek! Úristen, és ez még csak a...
nem is tudom, 13. challenge, és akkor ezt a switchet szintén ülésre, a kettes gombárja. Egyébként erről beszéltem, hogy lehetne egy gyakorlatilag tudná csinálni egy légijárművet is, és akkor végig tudná repülni, érted? Jó. Nyomunk egy reszetet. Oké, okay, jó vagyunk. Tolóerőt kell módosítani az összesnél. Maxra szerintem, minden egyes hajtóműnél. És minden egyes hajtóműnél. És ha nem ez lenne a kezembe, akkor talán jobban látnék. Na ugye, ilyenkor azért jobban látsz. Hát ez érdekes, érdekes lesz, nem tudom, hogy ez jó lesz. Minden egyet beszűkítette, mindent. Oké, akkor az egyes az így, a kettes az így. Jó vagyunk. Megy a motor is. Szerintem a motornak kicsi. Meg valamit ér valami, mert füstöl itt ezek elég. Érdekes. Jó, akkor annyi, hogy a motornak adjunk nagyobb tolóerőt. Egyes bekapcs. Nem tudom, mi lesz, hogyha fejen állunk. Egyes ki kell kapcsolnom, kettes bekapcsolni majd. Majd csúszunk lefelé. Itt kellene, ugye? Jaj, ne! Jó voltunk, csak túl korán nyomtam meg. És nem számít, hogy a fejünk becsipődik. Jó, reset! Szerintem ez egy tökéletes jármű lett, gyerekek. Be kéne szállnunk. Igen, egyes. Túl korán nyomtam meg, de tök jó átcsapódik a másik irányba, úgyhogy tök frankó. Precízek legyünk. Jó, a közepéig el kéne menni. Valami nem stimmel, gyerekek, szerintem fordítva van az irányításom, de megint túl korán nyomtam, nagyon parázok, hogy leesek. De jó, jó vagyunk. Ugye nem összkerek hajtásunkban, ez egy kicsit problémát jelent. Jó. Jó, mert pont fordítva kellett az irányításnak is lennie, ha látjátok. Mert így tekeredik arra a kormány. Úgyhogy mindennek inverse-nek kellett lennie. Nem mondod! Várjál. Ó, ne! Ó, ne! Pont bejött egy oldal. Azzal nem tudta, mi történt. Bocs, bejött egy ilyen, ez egy ilyen VPN oldalnak a reklámja, mert lejárt a VPN-em, aztán néha felugr, mindig a legjobb. Mondjuk eddig nem nagyon ugrott fel. Ja, mit kell csinálni itt? Most nem figyeltem, bocsánat ért a gyerekek. Oké. Okay. Miért van nálam pont ez? Szerszám. Na nézzük egyet, mi a szart kell csinálni itt. Ott végig, Jézus úristen, mi a franc? Itt végig kell mennem úgy, oda. És most valamit bekapcsolni, Jézus úristen, hallom. Ez olyan beteg, mit mutat? Semmit, ezt így old meg. Gondolom az eddigi tudásod alapján. Van kalapács, megkaptuk a kalapácsot egyébként. Hát ez nem túl bonyolult járművet tudunk kialakítani, mert ha megfigyelitek, gyakorlatilag nem olyan túl sok mindent tudok megcsinálni.
A kalapáccsal lehet, hogy oda kell csapni valahol. Nem tudom. Várjál, itt ezt meg tudjuk nézni, ugye? Úgy te fiú, itt az egészet meg tudom nézni, de ez ilyen rettenetesen bonyolult. Egyébként ilyenkor csinálnám meg azt, hogy mit tudom, én készítek egy ilyen rakétát, azt Isten áldjon, nem? Hát egyelőre meg kell próbálni oda jutni, az meg ugye alapvető, hogy hogy lehet, de egyébként meglehetősen érdekes, hogy meglehetősen kevés alapanyagot kaptam. Látjátok? Úgyhogy lehet, hogy az alvázat. Hát remélem, hogy fordítanunk, nem kell, várjál. Hány darab izegünk van? Hú, baze. Mi szar? Ja, még itt hagytam. Mondom, mi van? Kettő darab sugárhajtóművünk van, gyerekek. Úgyhogy ez rettenetesen kevés. Na, baze. Egyébként azt akartam mondani, hogy én legszívesebben azt csinálom ilyenkor, hogy oda kell eljutni, ugye? De lehet, hogy meg kell hozzá nyomni valamit, mert ott mutat valamit. Te. Én érzem, hogy ebből baj lesz. Kettő darab sugárhajtóművel oldjam meg ezt. Hát srácok, ez szerintem bajos, bajos, nem? Egy, kettő, három. Hat darab ilyenünk van, tehát négy kerék meg négy kerék meg a kormánymű. Hát ez érdekes lesz, bazzik. Ez roppant érdekes lesz számomra. 22 darab ilyenünk van. Akkor egyszerűbb azt csinálni, nem? Hogy lehúzod egész addig. És akkor fogod... Utána... Mire raksz egyet? Forgáspont, ugye? Ne felejts, forgáspont. Ide rakom forgá... Oda. Ide. 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 Egyébként így a legegyszerűbb a kereket. Egyen följebb kezded, és akkor nem kell itt szarakodni vele. Oké. Okay. Jó, akkor ülés. Pozíció. Szerintem az ott jó. Hát kettő darab hajtóművünk van, nagyon nem kell túl bonyolítani, kell egy elejére meg a hátuljára. Azon filózgatok, hogy ide lehet, hogy egy platformot ki fogok alakítani, még van annyiink, és akkor pont a kettő a legvégén, és a leghátulján lesz a hajtómű. És akkor, csak akkor gyakorlatilag a kerekeket fogja nyomni, nem? Ez így jó. Ide rakjuk a motort, és ez kb. Hát szerintem ez itt tök jó. Ez egy pro verba, én úgy gondolom, nagyon kevés alkotóelemet sikerült elhasználni. Úgy, elfordítjuk, mert biztos, hogy fordítva van. Motor, mind a négy a motorhoz. Jó, hogyha a legvégén van ugye a kerék a járműnek, mert akkor, hogy nevezik ezt a szöget, amikor így a lejtőn, hogy fel tudsz menni. Nem is tudom, milyen szögnek nevezik, de lehet, hogy nem is szögnek nevezik. Van kapcsolónk? Van egy nyomógombunk is van, meg kapcsolónk. Hát nyom, inkább a kapcsolót fogom felhasználni. Na, belegondolsz, föl kapcsoló az jobb. De egyébként ezeket a kapcsolók tök mindegy, hova rakod, mert úgyis nem így irányítod. Hanem... Számmal, ugye egyes gomb kész. Jó. Adjunk neki... Hát, ennek adjunk tolóerőt. Ennek adjunk tolóerőt. Lehetne egy pipa, hogy az összesnek, nem? És akkor nem kellene egyesével a vinkódnak. Jó, akkor ezt ki is vehetem szerintem. Ne! Ne! Várjátok, el kell kapnom, bozzá! Nem tudom el... Várj, nagyon gyorsan kell, nem tudom elkapni! Bozzát, hogy... Állj meg, hülyenek, fasz! Ilyen hülyét, hogy lehetek minden? Nyomnom kell már előre gombot, így, így. Nagyon gyorsan, na. Nyomom. Ne! Ezt nem szabad a rúgódat megtenni. Jaj, te Isten! Nem kötöttem be a motort a izébe. Nem kötöttem be a motort a... De most mi van?
Várjál. De nem jó, mert most nem tudom módosítani, mert kimegy. Amit még kell állítanom, gyerekek, hogy mit csináljak. Áh, nem baj, elcsesztem! Ne! Ne, nem hiszed el! Nem hiszed el, elcsesztem a szaros motorja, de ezzel miért nem lehet valamit csinálni, valami... Nem hiszem el, hogy ezt így kell megoldani. Azt a rohadt életben nem szabad, de nagyon gyorsan megcsináljuk újra. Azt a betyár. Na. Ígérem, marha gyors leszek. Epic gyors, figyeld, így kell csinálni. Akkor rakjuk azokat, ami éppen kéznél van. Engine, várjál. Ez ki, ez vissza, és akkor ez hátrébb. Hátrébb az agarakkal, gyerekek, és akkor a sugárhajtómű. Sugárhajtómű. Figyeld, alul, így kell csinálni, ilyen gyorsan, gyerekek. Már ha hülye vagy, akkor ilyen történik veled, vagy. Ilyen hülyeséget csinálsz. Bakker, ez kemény volt. Elviharzott, és nem tudsz vele mit csinálni, mert ugye akkor már megy az idő. Úgy érzékel, hogy versenyben vagy, akkor már nem tudsz rajta szerelni. Elkapni, elkaptuk, de hát semmi értelme nem volt. Ó, te fiú. Mondod, ez, meg, ez akkor jó, amikor így Survivor-be szerelsz, ezt kivegy a világból a Verdát, mi? Az is egy biztos egy izgalmas sztori lehet, ne? Oké, okay, meg is vagyunk, nem? Teljes mértékben kötögetni kell. Azt csesztem el, ugye bekötöttem a motor, de ide nem kötöttem be. És kiviharzott a világból. Van még egy kapcsolónk, ugye, amit be kell kötni. A kapcsoló... Bekötjük ide. Ide. Üléshez. Energy föl. Ez jó, hogy elég egyszerű. Ezt mondjuk az előbb csináltam volna meg, akkor szerintem esírtam volna magam. De nem raktam, Dick. Hát azért van még egy plusz, te szerencsétlen. Annyira érdekelnek egyébként a következő challenge-ek. Új eszközt akarok kipróbálni, szerintem ez most egy, lehet, hogy ez pont a 20-as. És azért kell most ezt ilyen komplexebbet megcsinálnunk. De meglátjuk el. Engine. 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 Kerék, kerék. Engine. Elvileg jók vagyunk. Na. Le kéne kapatni. Engine-nek adtam kakaót? Adtam, be van ködve, minden jó. A... Várj, nézd, nem jól csináltam, bazzeg. De jól csináltam, egyes gombom van. Jó. Működik, és az egyes gombom meg... Jó. Próbáljuk meg. Próbáljuk meg följutni egyelőre oda. Mit történik akkor? Nem az időre vagyok egyáltalán, úgyhogy ezt ne lepődjetek meg, hogyha lassúklak leszünk. Mert a félek egyébként, hogy mi van, hogyha oda kiérek? Ettől parázok, hogy itt ez szarul fogok leesni, akkor van baj. De biztos, hogy erre kell nekem mennem? Hogy mit kell itt csinálni, gyerekek? Segítsetek már, hogy arra menjek tovább. Azonnal. Próbáljuk meg. Jó, hogy összkerekes lett a Verda. Hát mindegy, meg kikapcsolom ezt a szart. Igen, hát ez a baj ezzel. Nem lesz ez így jó. Nem tudom, mit kell csinálni.
Nem tudom, mit kell csinálni. Ez a robot, ez segít valamit? Vagy mit akar ő velem? Semmi? Ez csak így ilyen... Kicsit olyan... portálos beütése van ennek az egésznek. Minden rálátszunk. Ott van egy gomb, oda le kell mindenképp mennünk, és a gombot meg kell valahogy nyomni. De akkor kellene volna egy olyan dolog, amivel meg tudjuk nyomni a gombot, és nincs olyanunk. Úgyhogy rá fogunk cseszni. Lehet, hogy azt csinálom, hogy itt már... Kikapcsolok. Hogy a francba oldom meg, hogy talpra érjek? Hogy oldom meg, hogy talpra érjek? Srácok, mindegy, akkor kellene egy olyat, amivel a gombot meg fogjuk nyomni, mert az például nincs. Úgyhogy az kell. Azt szerintem kb. Milyen magasságban lesz? Ez kb. Ilyen magas. Az, mi a szart csináljunk? Hogy oldjuk meg, hogy nincs semmi más? A kalapács! Ki tudok szállni, és föl tudom állítani vele valószínűleg, ugye? Na, ezt jó tudni. Akkor ki lehet szállni menet közben, ugye, hát mivel ugye ezelőtt is kiszálltunk, amikor elkaptam, és akkor már ment bőven a dolog. Akkor itt föl kell állítanom majd. Mondjuk egy egyes gombot, essünk le. Ó, hát ne! Ne! Nem szed el! Ne es le! Komolyan mondom. Nagyon kicsi hely van. Hát itt egyszerre kell ugye leszedet is használnod, meg még ráadásul valamennyire ügyességet, hát nagyon is az ügyességet. Hát ez egy szívás egyébként, komolyan. És akkor most így lemegyünk. Oké, okay. És egyes gomb kikapcsol, leesünk. Jó. És ki tudok szállni. És akkor oda tudok csapni. És hát ez... Mikor fog ez felállni? Gyerekek, ez túl széles a verdám szerintem. Jó, oké, megtörtént az esemény, de be van akarva a kerekek. Hát ezt szerintem le tudok ugrani. Nézzünk körül. Ezt a gombot valahogy meg kéne nyomni, de... Ezt hogyan fogok oda eljutni? Figyeld, hát ez egy üveg. Hallod, itt már megint mi van? És őszintén, itt egy gomb. Ne szórakozz, itt be kell bújnom. Ah. És akkor ott lett egy platform. Jó. Basz. Beszavás, komolyan. Ott lett egy platform, és ugyanúgy kéne visszamennem. Ne szórakozz, hát hogy... Bazzak, úgy kellett volna kiszállnom, hogy ott marad a Verda. Úgy kellett volna kiszállnom, hogy ott marad a Verda. Nem kell lejönnem onnan. Akkor nem kell volna az elejére ez a szar se. Jó, hát akkor nem kell lejönni, hanem ki tudsz szállni, hogy ott marad a Verda. Tök jó. Oké, figyeld. Figyeld. Jó, és akkor itt megáll a Verdát, figyeld, hopp, kiszállsz, bebújsz, megnyomod a gombot. Oké. Okay. Verda. Kiszállsz, tolatás. És vissza kell tolatnom addig. És itt akkor el kellene fordulnom. Az a fordítva van minden. Halál, hallod, hogy fordítva van minden. Szörnyű. Jobban nem tudsz kitávolítani, ez egy kicsit zavaró tud lenni. Itt is van valami trükk, mert itt is van, mutat valamit. Meg nehogy az legyen, hogy gyorsan kell, hanem már megbordulok. Próbálunk, megpróbáljuk. Álljál meg, nehogy leess. Majdnem leestem, baza. Aha, itt is meg kell állnunk. De miért kéne megállnom? Hát át tudok menni, nem? Hm?
Most lehet, hogy hülyeséget csináltam, mert lehet, hogy meg kell volna állnom. Menjünk vissza. Nem véletlenül van ott az a... Az ilyen, ami megállít, megfog, megtartja a gárdát. Ugye ez a korlát, mindjárt. Rátolatok most a kosba. Úgy. Kiszállom. Beleugrunk a lukba. Nem igazán értem, hogy miért, mit kellett. Lehet, hogy itt meg kell volna nyomnom most valamit, én meg egyből nem néztem körül. Lehet, hogy hülye voltam. Na, mindjárt megnézzük. Mert nem indult el az a csík. Úgyhogy ez lehet, hogy elcseszett lett. Nem él el a szar. Ez be kell volna kapcsolni. Jó, mindjárt gyerekek. Nem néztem körül. Kapkodás. De most már rutinból megy oda. Gyorsan. Búj-búj zöldek. Na mi van? Nem üt... Nem hatott, nem hatott, bazeg, kontakthibása izéje, a vész leállított, te hallod? Baszasz. A vészgomba kontakthibás. Egyébként az a legrosszabb. CNC-n dolgozok. Aztán egy körön van az összes vészgomba, nem tudom, valaki ismeri, tudja mi az. Egy körön van, ráadásul nem írja a gép, ha rossz. És hogyha az egyik eszarja magát, és az a vészgombák, azok mindig eszarják magukat, mert mindig kontakthibások lesznek. Belemegyek, hol belemegyek, hossz, ritkán használod. És fogalmat sincs, amikor 7 darab vészgomba van egy gépen, vészleállító, és az összes se végig kell matatnod, hogy melyik a rossz, és fogalmat sincs, és minden egyével szenvedsz. Nem jó, olyan vagyunk gyerekek. Meg jó, hogy volt ez a ideje. A szarit. Ja, itt elcsesztem. Itt valami van alul, én egyből megnyomtam a liftnek a gombját, de biztos van valami, amivel be tudom kapcsolni ezt az egészet. Állítsuk be rendesen, hogy nehogy lehessen. Jó, na nézzünk körül, bazeg. Pedig meg volt, érted? Csak hülye volt a gépe. Á, nem azért. Na, most már megy. Most már lifteszhetünk, de tök jók vannak ilyen, ilyeneket tudsz csinálni te is, ugye építhetsz bármit. A játékban is, ez tök jó. Na gyerekek, akkor mehetünk tovább. Mondjuk egy anya, jaj, most majdnem leestem. Azért ugye a gravitáció hat rák, tehát így lefele akar orientálódni a jármű. Na, gyerekek, ezt megoldottuk. Nem a legcsinosabban, de amúgy nem volt rossz. Tökéletes. Jöhet a következő. És ez lehet, hogy valami teljesen más. Ez valami nagyon ilyen kilövő állásnak néz ki. Jó, valami újdonság most már jöhetne. Ott kell landolnunk, ugye? Repülőgépet kell csinálni? Vagy mit kell csinálni? Megint mi ez? Sugárhajtómű? Jaj. Jaj, repülőgép lesz, tudom. Már láttam, mert ugye sugárhajtómű így. Tehát nincs repülő, nem repülőgép. Gyakorlatilag most kell rakétát építenem, amit én már megcsináltam mikor. Ugye? Jó, akkor ez nem fog nagyon nagy cucc lenni. Az alvázat lehet, hogy rakunk bele vasat, hogy alul tartson. És ilyen jó, hány kerekünk van? Szerintem jó sok kerekünk van. Ja, kell hozzá, mindenképp engine-t is akar. Ugye, hogy oda elgurulni azért a rakétahajtóművel mennyi. Kellene egy ilyen. Jó, hosszúra csinálom, hogy talán akkor jobban tartja az. Hány darab izéink van? Baza, izéink van, 6 darab csak ilyen. Látod? Csak 6 darab ilyen, de hát igazából kereket csinálhatsz akármennyit. Mert ugye rakétahajtóművel fogunk indítani majd. Úgyhogy kerek... De nem csak kereket hagysz, nincs ilyenem. Úgyhogy mindenképp csak 4 kereket tudsz, vagy különben nem tudod irányítani. Érted? Nem tudod, mire gondolok? Nagyon érdekes. Azt nem tudom, hogy ezt hogy gondolja a játék.
Miért csak adott? 6-ot adott. Bazaj, de viszont 4 darab sugárhajtóművet adott. Érdekes. Hát olyan túlzásba szerintem nem fogok vinni, ha vinni a kerekeket, mert minek, nem? Rakunk hátra 2 nagyot. 2 böszme nagyot. Meg előre. Várj, rakhatnék dupla kereket, nem? Akkor talán a stabilitása jobb lenne a járműnek. Van olyan rá esélyünk. Ilyen dragster gépszerű csuda lesz ez. Viszont ugye kellene hely 4 darab rakétahajtóműnek. Azt szerintem meg is kellene oldanom, mert különben később. Ó, hát itt lesz hely, jó vagy gyerekek. Egy, kettő, három. Bőven meg is megyünk oda. Azt a ilyen Batmobil. Volt az egyik Batmanben egy ilyen. Batman filmben ilyen nagy kerekű, tudod. Hogy ne tudnád, ne viccelj. Persze, hogy tudod. Oké, akkor. Meg az első kerekek is lehetnek, hogy a dupla szélesek, mert miért ne? Kicsit följebb bemenném, talán jobban járnék. Úgy. És így a kereket föl tudod használni. Egyébként mutathatná egy ilyen kis fantáziarajzot, hogy ő hogy képzeli rá a dolgokat. Azt akkor lehet, hogy nem szívnál annyira. Mert így kb. Így tényleg magadra vagy utalva, de hát nem baj. Belegondolunk. Viszont az engine-t nehogy elcsesszük. Kanyargás téma. Árfordítás, nem biztos, hogy rossz. Mondjuk legyen, nem kell nekünk nagy húzóerő, úgymond, a rendes motorral. Fölösleges, mert úgyis be fogjuk gyújtani a rakétahajtóműveket. Viszont van egy nyomógombunk, amit azért nem ártana felszerelni akkor. Nyomógombot tudok így rárakni. Az a baj, ilyenekre nem tudok rárakni. Érdekes. Na, nyomógomb beszekötés. 1, 2, 3, 4. Egyébként ugye tudod változtatni a tolóerejüket, úgyhogy azzal tudná mahinálni, hogy hogyan akarod a dolgokat. Gyerekek, szerintem meg is vagyunk, mert ugye hátsó kerekeket nem kell bekötnünk. Szerintem meg vagyunk. Jó, és akkor egyes gomb. Ja, de a tolóerőt ezt nem állítottam be. Gondolom maxi tolóerő, nem? Ja, itt tudod állítani, mert ugye, hogyha fölpattantasz ilyen négy hajtóművet, akkor tudod állítani mondjuk az alsó. Hogyha nagyon fölfele visz, akkor az alsóra kevesebbet raksz. Nagyon jobbra vagy balra, ugye tudsz módosítani a dolgokon. A gyerek, guruljunk a kilövési zónába, ugye? Kár, hogy nem lehet jobban kizumolni, ezt nem értem, hogy miért nem. Ugye itt még nem kapcsoljuk be a hajtóműveket, hanem valahol itt. Kevés volt, fölengedtem, megmondom őszintén. Azt hittem, hogy sok lesz, de nem. Gyerekek, kevés a cucc. Ne ezt add össze. Kevés a cucc. Ugye? Ez kevés, ez így nem jó. Ez így nem fog jó lenni. Hiába nyomok egy nélgázt, higgyétek el. Most megpróbálom úgy, hogy az a baj, innen hiába kezdem el, akkor kellene, amikor már ugye vagy vagyunk a rampán normálisan. Valahol nem innen. Nem rossz ez. Nehéz irányítani. Nagyon nehéz irányítani. A gyalog. Egyébként alulra is raknék, hogy fölfele lökjön minket egyet, akkor az úgy sokkal hatékonyabb lenne. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy lesz egy ilyen jumpoló is.
Nem olyan rossz szám ez. Nem olyan rossz. Az irányt nagyon nehéz eltalálni. Nem csak mit csinálni vele. De amúgy hülye vagyok ám. Mert a levegőben még nyomhatnám a gázt. Hát ez nem izé, nem a kerekeket hajtja. Úgyhogy kicsit ilyen baromul oldom meg a dolgokat. Nem tudom, hogy egyébként, hogyha orr nehéz lenne, vagy pedig azt lehet, hogy kell majd rajta dolgoznunk. Inkább lehet, hogy így. Majdnem megvolt egy sem. Egyébként egész jó ki van egyensúlyozva. Meg jó az, hogyha már fölmegyek a rampára, nem előtte kezdem el nyomatni, hanem menjünk fel a rampára szépen. Így, és akkor innen. Sok! Sok dik! Várjál! Nincs kalapácsom, Mora. Ugye nem adott kalapácsot? Már ez mi? Tools. Blocks. Semmi nincs. Ja, all. Hát ez baj. Sajnálom, tehetek, hogy talán arra fog. Talán fölfordít. Mazin van föl. Jó. Ez az jó van. Oké, megcsináltuk, gyerekek. Innen meg már szépen begurulunk. Nem nagyon érdekel az idő. Egy perc alatt megcsináltuk. Jó, szuper! Szuper. Ó, mi ez? Hogy kell? Föl kell oda teljesen mennünk. Oda kell fel. Mi a gyerekek, komolyan mondom. És nem jön, nem mutatja, hogy mit kell csinálni. Azt, ha megérintem, akkor mi lesz? Ó, te Isten, hallod? Egyre durvábbak itt a szituációk. De megint csak ugyanazt erőlteti. Nagyon szívesen kipróbálnám már a Survivor módot, megmondom a frankót. Az mi van, hogyha oda felmegyek? Te hova kell menni egyáltalán? Egyébként elmondom neked, hogyha az ember kitapasztolná a rakétázást, és lehet, hogy ezzel sokkal jobban menne. De várj, mennyi? Kettő darab... Nem, mert mindenképp autókázni kell, mert kettő hajtó, mivel nem kell felrepülnöm. Szomorú. Szomorú, hogy kb. Értem én a challenge-eket. Nagyon meg akarja tanítani a játék, de kicsit ugye el vagyok anyátlanodva, hogy... Hogy kb. Mindig ugyanazokat erőlteti egyelőre. Szeretném megtanulni például, ugye van ilyen relék, meg ilyen, mint tudom én, ilyen számítógépszerű, ilyen programozható dolgok. Azokat lehet, hogy szívesebben megtanulnám, nem így akartam. Jó, most csinálhatok megint egy szimpla személy autót, amelyik ugye tapad a falhoz. Jó, tudom, hogy a játékmechanikákat is szeretném megtanítani a játék, de... Ma mennék tovább. Mindig, vagy akkor adná egy alapautót, vagy nem tudom, mindig megépíted ugyanazt a kocsit. Nem? Nem vagyok kibékülve vele, megmondom őszintén. Tehát kb. Megint ugyanazt építed meg, figyeled? Nem? Látod? Semmi... Látodosság. Ugye még rakjunk előre egy sort. Egyébként várj, ezt is így át tudod fordítani, oké. Okay. Jó, szűkre csináltam most a járművet, remélem nem lesz belőle probléma. Hát ja, jó szűk lett. Viszont a korbály, egyébként lehet, hogy azért van, mert most például, hogy ez a korbályzás, hogy tök jól rájöttük, hogy épül fel, aztán nem kell állandóan törni az agyat, hanem így rutinná válik, nem? Így rákényszerít a játék. Oké, okay. Ugye megint akkor úgy kellene, hogy a két hajtómű elejébe, hátuljába, az nagyon fontos. Egy. Nem oda. Úgy. Ülés és engine, és akkor igazából meg is vagyunk. Az engine az valahol ide. Ülés meg valahol előre, meg ugye a switch kell. Nyomogombot nem tudom miért elölteti. Amikor nem tudom, hogy mi haszna lenne itt.
Mondjuk legyen itt. A switchet berakjuk ide. Oké, és akkor most már jöhet a kötözgetés, már jól állítgatás. Régen, mint hogyha lett volna olyan, hogy itt be tudtak pipálni, hogy az összeset. Nem? Lehet, hogy csak én emlékszem valami ilyen rosszul erre. Hát így, az biztos, hogy így rutinoddá válik az egész, az hódzi el. Az tuti. Amint ilyen jármű megépítését, azt összeraksz be az a pikpak egy gépet. Jó. Na, mehetünk, gyerekek. Ez működik. Switch. Switch működik. Jó, menjünk fel, azt meglátjuk. Mit kell itt csinálni? Ezt hozzá kell érnem valószínűleg. Aha, jó, az megtörtént. Azt a betyáró isten, itt be is akadt a játék dik. Ezt szerintem rajt kell róla lennem, ugye? Jó, Jézus úristen. Mozgó platform. És jó, hogy ide följöttem, oké. Okay. Ez nekem miért volt jó? Aha, tudom miért volt jó. Most a másik platform, várjál. Föl kell, meg kell várnom, míg elfordul. Le kell vennem, és akkor fordít rajtam még egyet. Ugye? Ne menj le, ne esd le! És fordít rajtam még egyet. Úgy. Ki kellene volna kapcsolnom az egyes gombot, hogy essek le. De ne így! Gyalog beérek, nem ér? Bazz, ez egy őrület. Nagy gázzal kell volna mennem. Jó, most már legalább tudjuk. Az a lényeg, hogy... Jaj! Be kell volna kapcsolnom hajtóműveket, visszaestem. Az a lényeg, srácok, hogy... Erre rá kell menni, visszafordít, följebb mész, és akkor még egyet tudsz fordulni. Ugye? Ez elfordít. Fölmész. Megvárod, míg visszafordul. Leengeded. Átfordul. És meg is oldod ezzel az egész a dolgot. Annyit kellene, hogy az egyes gombot itt kikapcsolni. Jó lenne, hogyha belekerülnénk ebbe a rohadt valamibe. És akkor mi van? Ha működnél kéne. Mi van ma? Ja! Bazzer! Jó, magyarul a mozgó platformokat tanítottam meg. Meg kell nyomnom a gombot. Jó, ez nem tűnik bonyolultnak, nem eddig. Megnyomom a gombot, gondolom kinyílik. Ó, végre, mi az? Mi a szar az? Mi a szar az? Új cucc! Végre! Új cucc! Spacok, ez mi? Miért van ez ideépítve? És mi van nálam? És mi ez? Ez egy switch, meg... Mi az atombomba? Ez mi? Egy kerék. Várj, meg kell nézni, mi az, mert nem nagyon értem a dolgokat. Ide rakjuk ennek a helyére, meg ezt meg, kereket meg ennek a helyére. Ez mi? Pisztoly. Ez egy pisztoly, gyerekek. De várjál. Ott már van egy pisztoly, figyelj. Látod, rajd van. És gyakorlatilag ezt föl se tudom venni. De azért föl tudom venni. De nem véletlenül volt itt. Mi a lényeg? Próbáljuk meg, hogy a pisztolyt bekötöm. Kíváncsi vagyok, hogy ez vagy ott egy pit. Ne, beszólt be azért. Ott van rajta egy izé, gomb. Ezt rárakod az egyesre, és akkor... De ez csak egy ilyen szemléltető akar lenni. Ez nagyon jó.
Várjál, milyen határok között állítható egy ilyen piszton? A range-ét lehet 15-re is, bazza. A slow-ra is tudod állítani. És akkor... Ez nagyon jó. Ez régen nem volt piszton. Ez gyakorlatilag gondolom meg kell nyomni a gombot, nem? Hát de ennyire egy izével is meg tudtam volna nyomni. Nem nagyon értem, hogy mi a lényege. Jó, hát hiszek én itt a dolgoknak. Ezt elbontom, nem tudom egyáltalán, hogy miért van ide fölépítve. Figyelj, szétszerek itt minden, de ez jó lesz ez nekem. Ezt építsük az elejéről. Rá, most meg itt szétkapom, amikor egész eddig az volt a bajom, hogy ugye... De hát ez egy hülyeség volt ide fölépítve, hogy volt valami értelme. Tényleg én nem nézek az utána semminek, hogy lehet, hogy ilyen... Azt mondjad, hogy de ugye vagy keeper. De figyelj, szerintem azt nem értem, hogy minek kell piszton. Én értem, hogy működése vagy van, de minek kell piszton ahhoz, hogy ezt a gombot megnyomjam. Ha? Azt mondjátok meg nekem. De mindjárt meg ki fogjuk deríteni. Megnyomjuk a gombot, megnézzük, mi történik. Egyébként lehet, hogy a gombot megnyomod, akkor még nem történik meg az, aminek meg kell történnie. Lehet, hogy föl kell emelnem magam valami, mint egy emelővel azzal. Ez nagyon érdekes. Érdekes? De tényleg nagyon érdekes. Végre új dolog. Ez már kihívás. Jó, én rossz helyre vettem. Oké. Van egy villanymotorunk is, de nem tudom, a villanymotor az miben jobb. Ez így ilyen, az elsőbb, így ilyen jobb nyomatéka van, vagy nem tudom elképzelni. Na hol van az ülésünk? Volt egy ülésünk, ami kell még, hát kellhet még ez, meg esetleg ez. Jó. Ülés. Ez tök mindegy szerintem. Ó, de ezt úgy utálom egyébként. Bennem van az, hogy nem tudom melyik játékban jobb gomba rakja le a dolgot, azt hiszem, hogy a Seven Days to Die, és csomószor ezt elcseszem. Jó, legelőször ezt bekötjük ide, ahogy elcsesszük. Elektronymotort. Akkor elektromos hajtásunk lesz. Nem tudom, hogy miért elmond elektromos hajtásnak. Hogyha esetleg valaki tudja, akkor mondja meg, légy szív. Oké, kormánymű dolog. Várj, ezt nem kormányhoz akartam kötni, hanem... Ede! Szerintem tök jó. Kéz vagyunk, be van körülbelül minden. Egyelőre nézzük meg, hogyha mi van, akkor megnyomjuk a gombot. Tehát figyelj, meg tudom nyomni a gombot izével is. Egy rohadt fadarabbal, nem? Ezt nem értem, hogy... Érted? Kész, ennyi volt. Na. Nem elég magas. Jaj, nem elég magas! Reset. Nem elég magas. Azért nem alacsony az a cucc. Na. Ma csak elég magas. Egy kicsit a motor energy-n állíthattam volna. Ó, még egy blokk. Még egy blokk, gyerekek. Meg a motor energy-n nehogy ne állítsak, mert akkor vadulok meg, hogyha ezt felállítjuk. Ez nem olyan akartam. Kell egy létrát csinálnom, beszarás. Akkor én már nem tudok fölmenni. Jajjaj. Így most már biztos megnyomja. Állítsunk oda a szaros motoron, mert... te fiú!
Na, várjál ma. Nem nagyon stimmelnek a dolgok. Túl izé, túl erős a motor most, vagy nem tudom irányítani, várjál. Így. Emeli az elejét. Nem férsz át, hülye gyerek, ugye? Ugye? Nem volt itt a hülyeség. Nem férsz át. Elég kell a pisztor. Nem gondoltam volna mi. De azért kitaláltak itt fel, hogy nem kell a pisztor. Ó, te fiú. Jó, hát akkor annyi, hogy föl kell rakni a pisztont. Ugyanúgy, mint az előbb, csak... ugye tudjon visszahúzódni. Hova vannak a pisztonok? Itt van kettő, nem is kell kettő szerintem. Hanem elég egy. És akkor ráraksz egy valami csodát, amivel így be tudod nyomni. Az, és beállítod, hogy mit tudom, a range az legyen maximum, nem tudom mi, mennyire kell egyébként. Nem kötöttem be. Rá kéne kötni egy csapcsolóra, mert különben magától nem fog működni. Kapcsolót meg bekötni ide is, egyes gomb. Hát ez tuti. Komolyan mondom, büszkék vagyunk magunkra. Lehet, hogy egy piszton nem fog felérni, de hát egy piszton is föl... No, az a... Az az elektromotor, ez nekem az agyamra megy. Na, még kell... Kell még kettő blokknyi. Akkor az baromi egyszerű azt megcsinálni, ám. Nem fogok kettő pisztont rakni. Hanem... Egyébként ez az elektromotor, ez ilyen szar. Hogy ezt én vagyok ilyen béna, hogy... És annyit kell csinálnom, hogy ide rakok még platformot. Ez ennyi bőleg elég lesz. Be kéne kötni? Várj, rakom kapcsolóra, akkor nem kell nyomnom. Tök idegesítő egyébként, hogy nyomni kell ezeket a dolgokat. Egyes gomb, piszton, működtesse, oké. Okay. Hát tudod, így akkor nem kell nyomni. Ez az elektromotor, ezt felejtsd el, ez rémálom. Begyomod az egyes gombot. Nem állít... De tök jó, még ilyen gőz is kijön belőle. Nem jó, mert nem állítottam range-et, max range-re kell állítani. Kíváncsi vagyok, ha a fast-ra állítom, akkor lehet kilő minket a francba. Nem, nem olyan vészes, tök jó. Jó volt a piszton dolog. Ez nem volt régen, amikor én utoljára játszottam, azt tudom. De mi van? Nem mondod. Gyerekek, várjál ma. Bajom vannak, kicsit ornehézre kellene csinálni a Verdát, hogy tőkesújt, vagy valamit ide fel kell pigyeztenem, hogy ne emelkedjen meg. Mint a traktoroknál van a súlykát, az a jó, mondjuk van fizikai játékban, ez tök jó dolog. Szerintem ezt föl... Igen, szépen fölraktuk. Aztán most már nem lesz gond, de lehet, hogy egyébként mindjárt át fogom rakni ezt a motort, mert ma megvarulok bele. Szóval. Hát miért nem? Hát öcsém, várj, beállok alá, megemelem. Szép feszít, akkor mi lesz akkor? Hát, nem értem. De mindjárt megcsinálok vele valamit, mert már marulok. Lehet, hogy akkor csinálunk még valamit. Csinálunk egy olyat. Hogy ide rakunk még egy pisztont. Ugye van még egy jön. És akkor ez meg fogja tolni. Oké. Okay.
magasság kb. Jó, és akkor erre ezt meg benyomjuk kettesre. Nincsen több switchünk? Nincs. Akkor ide ezt meg lerakjuk ide, ezt meg akkor bekötjük ide. Kettes gomb, a másik switch, így. És akkor legyen gyors. A range legyen sok, és legyen gyors. Mondjuk a range az nem kell, hogy nagy legyen, 6. Oké, gyerekek. Most már ilyen öklöző cuccom van. Nem kell félreérteni. Azt van. Beszarsz, nem jó. Na, sikerült, jó. Arról a téletbe. De milyen cuccokat lehet itt csinálni akkor, bazza? Ilyen nagyon bonyolultakat ám. Jó, tök jó. Úgy utálom, hogy abba kell hagynom, de már retteltesen hosszú a videó. Ránézzünk a következő, megint csak piszton dolog van. Azt mondja, hogy meg lehet nézni, ki lehet jönni. Ott kell megnyomni a dolgot. És akkor valószínűleg kinyílik megint valami. Ennyi. Érdekes. Át kell jönni. Várjál, itt meg tudod nézni. Ott a piszton. Hogy ott van a gomb, megnyomod, valószínűleg kinyílik. A következő az meg hogy nyílik. Ez viszont egy ilyen jó, nagyon alacsony cuccnak kell lennie, látod? Mert a következő az ilyen nagyon alacsony. Szóval alacsony verdát kell alkalmaznod. Egyébként mennyi pár? Kíváncsi vagyok, mit kapunk. Mert nekem vannak olyan ötleteim, például trükközni, basszus, olyan, tök meg tudnám csinálni azt szerintem, hogy gyors raknám a pisztont, és átugrani ezt, nem lehetne? Kíváncsi vagyok, hogy mekkorát tudnánk ugrani egy pisztolyos ugrógéppel. Pont Ferike mondta múltkor, hogy ember nincs az olyan hülye, hogy úgy oldja meg a dolgokat, mint ahogy én. És kíváncsi lennék, most arra vagyok kíváncsi tényleg, hogy pisztolyokat raknék egy ülés alá. Ide. És akkor ugye az úgy működne, hogy a... lennének kerekei, de föl tudunk emelkedni. Ennyi cuccunk van, semmi? Várjál már, mi van még? Jó. Ugye a kerekekkel tudnánk közlekedni. Csak most egyelőre tényleg annyit akarok kipróbálni, hogy meg tudunk-e ugrani ezzel így. Úgyhogy nem lesz bekörve semmi. Csak kizárólag egy darab nyomógomb. És arra az összes pisztoly rá lesz csappantva. És be lesz konfigurálva, hogy nagyot dobbantson. A range az 15 és baró gyorsan. Range az 15 és baró gyorsan. Nem akartam beszállni. Nincs tizenöt baró gyors. Na erre vagyok kíváncsi, hogy mekkorát tudunk jumpolni, tudod? Mit nem kötöttem be, more? Mit nem kötöttem be? Kellett volna a pisztonokra valami alá? De ugye önmagában nem működik, lehet. Nem tudom, mire gondolok, lehet. Mármint egy ilyen felület, amin gyakorlatilag a talp csatlakozik hozzá. Lehet, hogy ez kell hozzá mindenképp. Egyébként a pisztonokat tudnál úgy csinálni, hogy ide rakod a kerekeket, Dick. Várjál, hallod? Beszarsz! Figyeld, öcsém, okám, milyeneket lehetne csinálni? Olyan... Egyébként az nagyon durva, ez tényleg nagyon durva, hogy olyan kreatív dolgokat tudsz csinálni, hogy ez megőrülsz. És figyelj, fogod, ide rakod a kerekeket, de ezt már... Tudom, hogy olyan hosszú videó is biztos már nagyon várjátok a végét, ha egyáltalán van itt valaki, de... Hogy megőrülsz, hallod, miket tudsz csinálni, és akkor erre például raknál egy fordító mechanikát, magára a pisztolyra tudunk rakni fordító mechanikát? Nem tudunk, de kár! De nem baj, akkor ide rakjuk. Na, igen, gondolkodják. Az ülésre tudjuk rakni a pisztont? Nem valószínű. Na, mindjárt kitalál, mert nem, az ülésre nem tudsz építeni. Figyelj, olyan járművet csinálunk, be fogsz szarni most, hallod? Mondjuk rakod ide a pisztont.
Hogyha nem rakta volna el, ide rakta be. Berakod. Ugye? Erre raksz egy blokkot. Arra raksz egy fordítomágát. Arra raksz még egy blokkot. És arra raksz. Konkrétan mint egy kvar irányítás. Vágod, mire gondolod? Mondj. Ez most csak arra vagyok kíváncsi, hogy lehet egy ilyen emelő szerkezetű autót készíteni. Hát miért ne lehet? Mindent lehet az. Oké. Okay. Kellene engine-ünk. Felejtsük el a villanymotort. Szörnyű. Egyébként szörnyű. Nem tisztem, tudom, hol rakom. Mondjuk ott jó lesz. Így. Első körben mindenképpen bekötjük a üléshez. Utána. Mondjuk lehet, hogy nem fast-re kellene rakni mi. Piszton mehet ide. Piszton átalakítás. A range legyen ennyi, és ez meg legyen slow. De állítom, hogy régen volt izé állítható, hogy bepipáltad, hogy az összeset mozgítsa együtt. Komolyan mondom, én úgy emlékszem. Oké. Okay. Levesszük a talapzatról. Beszólasz be azzal. Miért nem megy? Valami nem stimmel, el van csesződve, tudod, a forgási láj. Meg szerintem a motor teljesítményre rettentő kevés. Piha! Motor teljesítmény nagyon sok. Fordítva van a kormányzás, annak bajok. Nem, itt az lesz a lényeg, hogy több pisztont kell egymásba építened. Az lesz a lényeg, srácok, mert különben nem éred föl. Vágod. De ez egyébként tök jó megoldás, hogy azt csinálod, hogy maga a jármű emelkedjen, nem? Ez baró jó. Ez nagyon tetszik. Várj, arra voltam kíváncsi, hogy te meg tudnánk jumpolni a járművel. Mindjárt annyit csinálunk, hogy reszeteljük és átállítjuk a pisztonokat gyorsra. Meggyorsabb, hogy nem lehetne az, hogy ugrunk egyre. És akkor megkerüljük gyakorlatilag a játéknak magának a szabályrendszerét. Kicsit Matrix-os beütéssel, hogy ezt át kell állítanom, mert fordítva van ez a kerékforgás, megőrülsz. Figyeld, próbáljuk meg ugrani egyet. Aha, nem tudsz akkorát. De tudnám még egy araszoló járművet is készíteni. Ezt most elcsesztem. Egyébként várja, a range-ét, hogyha átállítod, akkor nem gyors, nem a... Ez a fast, ez nem ugyanannyi idő alatt ér ki, csak kevesebb a range-re is. Lehet, hogy nagyobbat fog ugrani. Ugye, megnézem ezt még. Nem. De viszont nagyon jó, mert ezzel a pisztonnal már annyira változatos tud lenni maga a játék, hogy őrület. Hát annyi, hogy itt egy magasabb rendszert kell kialakítani, de úgy, hogy ugye a következő meg férje le. Na, srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, rohadt jó a játék, egy rettentő alacsony járművet fogunk építeni, ami dupla pisztonnal fog felvenni, és meg tudjuk nyomni akkor a gombot. Jók legyetek, jövök majd a következő részsel. Csácsumi!